3 km 6,6 milliárdból csatornáznak városszerte. Járdaépítés, szociális feladatok 800-an a közmunkaprogramban. Jótékonyság több mint 500 plusz a gyerekeknek. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió pénteki híradójában. Lássuk is legfontosabb híreinket. A kivitelező ígérete szerint októberben leaszfaltozzák a szőlőkörutat. A legutóbbi testületi ülésen beszámoltak a csatornázás állásáról. Az augusztus végi adatok szerint mintegy 45%-ban van kész a csatornahálózat Orosházán. Ahogy korábban hírül adtuk, immár a Rákóczi utca forgalmát is jelentősen befolyásolja a csatornázás. Korábban többször szó esett a szőlőkörúton folyó munkákról, amelyek szintén lassítják a város forgalmát. A legutóbbi testületi ülésen a kivitelező képviselője ígéretet tett. Október végéig mindenképpen leaszfaltozzuk a szőlőkörutat, tehát megszűnnek az ottani áldatlan állapotok. Viszont abban csatlakoznék a polgármester úr által mondottakhoz, hogy amennyiben valóban mindenki a kitett közúti jelzések szerint közlekedne a munkaterületen, akkor valószínűleg ezek a problémák sem lennének ilyen fokozott mértékűek. A beruházás révén a város mintegy 70%-a munkaterület. A kivitelezésre a vállalkozónak 638 napja van, ez alatt 3000 bekötést végeznek el, és mintegy 103 km csatornát fektetnek le. Föl kell túrni az utat, az kész. Mert másképp hogy lehet viselni? Közlekedés megvan oldva, többi nem érdekes. Nem nagyon szeretem, de hát ha ez van, akkor ezt kell szeretni. Van, aki jobban viseli a kellemetlenségeket, van, aki kevésbé. Nehezen, főleg, hogy az iskolánál itt van, és nem tudunk közlekedni. Még a retetben elhúzódó. Tehát azt mondták, egy hét, aztán már 3 hetet csinálják. Augusztus végére a teljes munka 45%-os készültségben volt, 2014 áprilisára végezniük kell. Míg a lakók a közlekedés nehézsége miatt panaszkodnak, a kivitelező amiatt, hogy sokan rákötnek a rendszerre, ami közegészségügyi problémát is felvet. Az önkormányzat felhívásban emlékeztet, szükség esetén jogi lépéseket tesznek. A lakossági panaszokkal az önkormányzathoz és a konzorcium irodájához lehet fordulni a Gyopárosi út 3 szám alatt. Gádoroson befejezték, Nagymágocson most kezdték a csatornázást, Nagyszénáson pedig folyamatban van. A gádorosi ünnepélyes avatón elhangzott, az országban több mint 200 helyen folynak hasonló beruházások. Az uniós szabályozás 2015-ig ad határidőt a megvalósításra. A környező települések is érintettek a szennyvízberuházásban. Gádoroson szerdán avatták a megépített műveket. A konkrét építési 10 hónap alatt zajlott, az előkészítés több évig tartott. Az uniós és állami forrásokat itt is igénybe vették, akár csak más településeken. Az országnak is fontos, és a jövőnek is. Ahogy említettem, 230 helyszínen zajlanak hasonló beruházások az országban. Több évtizedes adósságot dolgozunk le ezzel, hogy a gyerekeinknek, az unokánknak sokkal élhetőbb környezetet tudjunk átadni. Ennyivel tartozunk a jövőnek. A nagyközség több mint 2 milliárd forintos összköltséggel zárta a projektet, amelynek célja az élhetőbb környezet létrehozása és fenntartása. És az a tisztított víz, az egy bukócsövön keresztül kerül oda, ahol az a tény. A mintegy 1650 házi bekötéssel a települési ingatlanok közel 9/10 csatlakozik a hálózatra. Nagymágocson a kivitelezés ezekben a napokban kezdődik, 4 utcában már dolgoznak. Nyíltárkos közműépítésről beszélünk, itt elkerülhetetlen az utcának a felbontása, de a házi bekötéseknél próbálunk arra törekedni, hogy a kapubejárók, járda és mondjuk átereszek épsége megmaradjon. Nekünk is egyszerűbb a helyreállítással ellátni ezeket a területeket, és a lakosságnak is ezáltal úgymond kevesebb problémát okozunk. A fejlesztés keretein belül mintegy 29 km csatornahálózat épül ki, és 1053 bekötés létesül a település belterületén. Toleranciát kérnék legelőször is a nagymágocsi lakosoktól, hiszen ez valóban egy olyan beavatkozás, ami fölbolygatja a mindennapjainkat. Munkagépeket kell kerülgetni, bejárókat fognak felszedni, nehezen fogunk bejutni a saját portánkra is. Ez fölfordulással jár, és én azt kérném, hogy mindenki pozitívan álljon ez a dologhoz. A kivitelező képviselője szerint törekednek arra, hogy a lakókkal közös nevezőre jussanak a bekötések helyét illetően is.
A bejelentésekkel októberben a vízi közműtársulat irodájába fordulhatnak, novembertől a kivitelező állandó ügyfélszolgálati irodát működtet a polgármesteri hivatal mögötti épületben. Mintegy 800-an dolgoztak az elmúlt két évben Orosházán a közmunkaprogramban. A parlagfűírtás, kátyúzás, erdőtelepítés és szociális feladatok mellett járdákat is építenek a munkavállalók. Orosházán már két éve működik a Start munkaprogram. Az orosházi önkormányzat is sikeresen pályázott különböző értékteremtő és szociális jellegű mintamunkaprogramokra. Ezek a mezőgazdasági program, az erdőprogram, a belvízvédekezési program, a közúthálózat karbantartási program és az illegális hulladék lerakók felszámolása nevezetű program. Ezeken felül idén egy szociális program is elindult, ahol házi segítségnyújtást biztosítanak időseknek. A hat programelemben az elmúlt két évben összesen 795 munkavállaló vett részt, a programok legfontosabb kritériuma az értékteremtés volt. A közmunkaprogramban dolgozók folyamatosan végzik az előre meghatározott munkákat, amik közül az egyik leglátványosabb a járdaépítés. A munka most az Olá István utcában folyik, aminek az ott lakók igencsak örülnek. Biztos, hogy nagyon kellett, mert mikor télen jeges, akkor kínhalál volt rajta járni, mivel föl van töredezve, de mondjuk nagyon régen építették ezt a járdát. Hát én 69-ben költöztem ide, és akkor még téglajárda volt, és körülbelül két év múlva lett ez a betonjárda. Hát sajnos az idő megette, úgy mint ahogy mindnyájunkat, meg ez erről ennyi a véleményem, és nagyon költött. A feltöredezett régi járdát felszedik, új alapot készítenek, majd a helyszínen betonjárdát öntenek. Tavaly 4 kilométernyi járda készült el, idén 6 kilométer hosszan építenek 1 méter széles, 10 cm vastag betonjárdát a város több utcájában, a közmunkaprogramban. Baleset volt szerdán Orosháza és Csorvás között a Monorit tanyáknál. Lesodródott az útról és fának csapódott egy terepjáró. Egy embert ki kellett szabadítani a roncsból. Csorvás felől haladt Orosháza irányába szerdán délben az a személyautó, amely a Monorit tanyák előtt nem sokkal letért az útról és a fának csapódott. A Mitsubishi terepjárót vezető nő kiszállt az autóból, utasát, egy 50 év körüli nagyszénási férfit azonban a helyszínre két gépjármű fecskendővel és az országúti gyorsbeavatkozóval kiérkező orosházi tűzoltók és az orosházi mentősök szabadították ki a roncsból. A mentősök a sérült férfit a helyszínen ellátták, majd az orosházi kórházba szállították, akár csak az autót vezető asszonyt. Úgy tudjuk, a sofőr rosszul lett a volánnál, ezért vesztett el uralmát a jármű felett és csapódott az út melletti fának. A baleset pontos körülményeit az orosházi rendőrkapitányság vizsgálja. Több mint 500 plusz játékot gyűjtött össze a rászoruló, illetve beteg gyerekeknek az Orosházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és az Orosházi FKS-e. A szeptember 21-i OFKS-e Veszprém kézilabda mérkőzésre hirdették meg a Dobj egy macit jótékonysági akciót. Az adományt kedden juttatták el az érintett szervezeteknek, intézményeknek. Érkeznek a kistérségi gyermekjóléti központhoz a GIEK és az OFKS-e képviselői kedden délelőtt. Több tucat plusz játékot hoztak ide is, melyeket nagy örömmel fogadtak. Köszönjük szépen a gyermekek nevében. Az Orosházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és az Orosházi FKS-e a szeptember 21-i OFKS-e Veszprém kézilabda mérkőzésre hirdette meg a Dobj egy macit jótékonysági akciót. A nézőtérről az Ötvös Csarnok pályájára bedobott plüssöket az Orosházi Kórház gyermekosztályára, a Nagycsaládosok Egyesületéhez, a családok átmeneti otthonába, valamint a kistérségi gyermekjóléti központhoz juttatták el kedden. Felemelő érzés a számomra és az egyesület részére, hogy ilyen összefogással, ilyen nagy mennyiségű plüssállat, macikat tudtunk összeszedni, amit kaptunk mérkőzésen, és reméljük, hogy ebből hagyományt teremtünk is, és mi hamarabb ismételten meg tudjuk látogatni ezeket az otthonokat. Nagyszabású összefogás alakult ki, nem csupán orosháziak adományoztak, a környező települések mellett Békés Csabáról, sőt Pécsről is küldtek plüssállatokat a GIEK-nek. Igazából ez az ötlet egy NHL amerikai jégkorong mintára szerveződött, ahol is Amerikában nagy divat ez a jótékonysági kezdeményezés, hogy plüssállatokat dobálnak be a játéktérre, és úgy gondoltuk a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjaival, a gyerekekkel, hogy ezt egyszer meg lehetne valósítani itt Orosházán is. Vártuk a megfelelő alkalmat, hogy milyen sporteseménnyel tudnánk összekötni ezt a rendezvényt, és pont kapóra jött, amikor is az MKB Veszprém kézilabda csapata, a világ egyik legjobb kézilabda csapata szerepelt itt Orosházán,
és összekötöttük ezzel a sporteseménnyel. Felhívtam Szikora Attila barátomat, aki az OFK ESE technikai vezetője, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani, és kettőnk közreműködésével sikerült lebonyolítani ezt a szervezést. És ahogy számolok vissza, hadd repüljenek! 3, 2, 1, most! Közel 500, ha nem több, 500 plüss állat jött össze, és ezt 4 intézményben, illetve egyesületnél osztottuk ki. A plüss figurákat mind a 4 helyszínen nagy örömmel fogadták. Nagyon örülünk neki, így karácsony közeletével a gyerekeknek mindig gondot okoz, hogy mivel is ajándékozzuk meg őket, úgyhogy nagyon fognak örülni neki, hogy most kapnak egy kis ajándékot is, és nem csak azt a kis szerencsomagot, amit össze szoktunk állítani. A Gyilk és az OFKS-e képviselőitől megtudtuk, már tervezik a következő jótékonysági akciójukat. Hátrányos helyzetű gyermekek és családok vehettek részt képességfejlesztő foglalkozásokon az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthona segítségével. 47,5 millió forintos uniós támogatással valósult meg a 2 éves program Orosházán 42 család részvételével. A projektet szerdán zárták városunkban. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonaiban hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek családjainak integrációs esélyeinek növelésében segítettek Orosházán is. Szerdán projektzáró konferencián összegezték a tapasztalatokat a szakemberek a Petőfi Művelődési Központban. 3 uniós pályázatról beszélünk most, volt egy Szolnokon, Orosházán és Miskolcon, és ennek az összértéke majdnem meghaladta a 150 millió forintot. Elsősorban gyerekfejlesztésre nyertük ezt az összeget, de nagyon fontos volt, hogy a családok is bevonásra kerüljenek ebbe a programba. Kicsik és nagyok 2 éven keresztül egyaránt részt vettek fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozásokon. A programokat nem csak az intézmény lakói érhették el, hanem az Orosházán élő hátrányos helyzetű gyerekeket is bevonták a családsegítő szolgálat és az iskolák munkatársainak segítségével. Elmondhatjuk azt, hogy ez a program sikeresen zárult, hiszen 176 gyereket vontunk be ebbe a programba, és 80 felnőttet. Ez összességében 42 családot érintett. Többek között egyéni és családi terápiákkal, személyiségfejlesztő és szociális csoportok kialakításával, illetve iskola tevékenységek és fejlesztő foglalkozások szervezésében kaptak támogatást a rászorulók. Országosan több mint 400 gyermek és 260 felnőtt részt vett a foglalkozásokon. Újabb mérföldkőhöz érkezett az orosházi ökölvívó sport. Az Erdei Zsolt nevével fémjelzett Akadémia Fiók Egyesülete lett az orosházi ökölvívó sportiskola. Erostyák Zoltán edző több mint 40 fiatallal foglalkozik jelenleg, a legfőbb cél az utánpótlás nevelés. Edzésben az orosházi fiatalok kedden délután az Előd utcán, az orosházi ökölvívó sportiskolában. Június eleje óta dolgoznak itt keményen Erostyák Zoltán vezetésével. Én már egy éve járok ide, de ugye ebben a teremben nem vagyok, csak nyár közepe óta. Hát örülök neki, mert sokkal jobb a hely, így jobbak is az edzések, több a zsák, és örülök neki, hogy most felkaroltak minket. A lelkes munka gyümölcse most beérni látszik. A Madárfészek Erdei Zsolt Ökölvívó Akadémia Orosházi Fiók Egyesülete lett az Orosházi Ökölvívó Sportiskola. Most már egy nagyobb teremben vagyunk, normális körülmények között tudunk edzeni, és hát az elismerés pedig a Erdei Zsolttól és a szövetségtől érkezett, aki még a tavalyi évben, amikor találkoztunk, megígérte, hogy amennyiben megfelelő ökölvívó terem és megfelelő edzői képesítés rendelkezésre áll, akkor támogatni fogja az orosházi ökölvívó életet. Hát terem rendelkezésre áll, az edzői képesítést én megszereztem, így most már a Pestről a támogatást vártuk, és végül is az elismerés úgy történt meg, hogy a Madárfészek Akadémiai Erdei Zsolt nevével fémjelzett, tulajdonképpen fiók egyesülete lettünk, ami én úgy gondolom, hogy mind a településünknek, neki meg aztán mindenképpen egy hatalmas elismerés. Az ökölvívó sportiskolában több mint 40 fiatallal foglalkoznak jelenleg. A sportág választó óta mintegy 15-en csatlakoztak hozzájuk. Megteszed már, hogy az való életben is sok haszna van. Erdei Zsolt és az Ökölvívó Szövetség szakmai felügyelete mellett végzik a munkát, amelynek célja az utánpótlás tehetségek felfedezése, képzése és versenyeztetése. Egy hatalmas kihívás, hogy megfeleljünk annak, amit Budapestről elvárnak, de szerencsére szakmai segítséget fogunk hozzá kapni, már eddig is kaptunk, ezután is fogunk kapni, illetve hát ezeket a gyerekeket, akiket itt láttok, fel kell készíteni arra, hogy
akár az olimpiáig eljuthassanak, tehát nekünk az elsőleges feladatunk az utánpótlás nevelés lesz. A versenysport mellett várják nemtől és kortól függetlenül azokat is, akik csak egészségük és kondíciójuk megőrzése érdekében szeretnének szakember által irányított ökölvívó edzéseken részt venni. 6 iskola csapatai 2 csoportban rúgták a bőrt az Ádász István emléktornán. A csütörtöki rendezvény sportszerű, küzdelmes mérkőzéseket hozott. A kupát végül a Vörös Marti iskola csapata nyerte el. 38. alkalommal rendezték meg csütörtökön az Ádász István labdarúgó emléktornát. Az általános iskolás gyerekek számára kiírt rendezvénynek a gyopárosi ULE bázis adott otthont. Ádász Istvánról annyit kell tudni, hogy ő 1958-59-ben a NB János bajnokságot nyert csapat tagja volt, és a 59-60-as NB2-es csapatnak is ebből kifolyólag tagja volt. Balhátvédet játszott, nagyon gyors, nagyon kemény, kétlábas, ruganyos, borzasó sportszerű játékos volt, amellett egy rettenetes, jó közösségi ember, aki ha vesztettünk, akkor is dalolt, ha nyertünk, akkor is dalolt. Annyit, hogy fiatalon meghalt, 37 éves korában, a aktív játékot, amikor abba hagyta, akkor még néhány évig a labdarúgó szakosztálynak volt vezetője. 6 iskola csapatai 2 csoportban küzdöttek a pontokért. A küzdelmes, de sportszerű mérkőzések végén a Vörös Marti iskola csapata emelhette magasba a kupát. Második helyen a Csonádapáca, harmadikként az Ötvös Katolikus iskola végzett. A további sorrend 4. Pusztaföldvár, 5. Békés Sámson, míg 6. a Református iskola csapata lett. A gólkirályi címet Bónus Ádám érdemelte ki 5 góllal. A pénteki híradó legfontosabb híreit nézzük még egyszer, röviden. Km 6,6 milliárdból csatornáznak város szerte. Járdaépítés, szociális feladatok 800-an a közmunkaprogramban. Jótékonyság több mint 500 plusz a gyerekeknek. Az Orosházi Városi Televízió péntek esti híradóját látták, kommentárt nélkül is várjuk Önöket, maradjanak velünk, további jó tévézést, viszontlátásra!